Leugrik a banda a boltba, legyen otthon vodka szóda. Kicsit szétcsapja magát a jó öreg összeszokott brigád. Na ná, hogy adnak egy kis jattot, a szájukba rágó gumicsattok. Ők soha nem szídják a rendszert, nevetnek rajta, ez bennük a legszebb. A padon füstölnek egy picit, a duma frankó explicit. Az egyik azt mondja, tré, de közel van már a virág vége. Hiszen nyilván hip-hop, hogy mondja minden csaj tip-top. Világ szépe, szigorú lazasság. Lemegy megint a boltba, pedig nincs még 6 óra. A csajnak a pénztárba jöttolnak egy-két-há üveg a szatyorba. És tudják jól, hogy te nem látod őket, mert nézed a reklámot. És közte, hogy enni, inni visz a szegényeknek újra Bruce Willis. Hátat fordít nekünk a banda. Lombosnál Marci és Cumó Árpád, itt az A38, nagyon szigorú lazaságban ülünk. Sziasztok. Mind a négyen, köszönjük, hogy eljöttetek. De szigorú lazasággal mond. Igen? Azt hogy kell? Hát azt nem tudom, azt hogy kell. Szerintem tök jó volt. Jó volt, mert én próbáltam, hogy nem is annyira fel, de azért mégiscsak a szigor az legyen meg, legalábbis arckifejezésben. Igaz, hogy a dalban ugye a Ruby Harlem a Forró című dallal indult, és ezt a számot az ihlette, vagy az ő fellépésük ihlette, Marci? Hát a szövegi részét igen. Az én drága unoköcsém, a Heilig Tomi, aki egyébként a Cumóval együtt játszik a Szoláti nevű zenekarban, és hogy csinálják egy kis reklámot is. Ő hangszerelte meg a Ruby Harlem akusztikus dalát. És én megnéztem a felvételt, ugye nyilván kirakták a Facebookra, mindenki kirak mindig mindent a Facebookra, és így az volt az első gondolatom, hogy úristen, micsoda szigorú lazaság. És abban a pillanatban, hogy kimondtam, én tudtam, hogy ebből dalt fogunk csinálni. És mi a Cumóval azért beszélgettünk már erről, hogy kellene valami közöset csinálni. Egyből mondtam is a Cumónak, hogy figyelj, Cumó, nem tudom, hogy hogyan állunk dallal, de dalcímünk már van. Igen. És neked, Árpi, ez a szigorú lazaság, ez egyből így megragadta a fantáziádat, mert hogyha jól tudom, akkor nagyon gördülékenyen zajlott a közös munka. Tehát olyan pikpak összepattintottátok. Igen, hát úgy igazából ez az egy, nem ez az első közös munkánk, dolgoztunk már együtt, de így nagyban igen. És tulajdonképpen fölhívottam azt, hogy csináljunk egy dalt, jó. Két óra múlva kaptam egy e-mailt. Várj, kettő óra múlva küldtél neki valamit? Hát igen, valami ilyen nagyon rövid. Küldtem egy már kész volt valami, nem? Ott volt fiókban, és akkor áldobtad, hogy ez szigorú lazasság azért. Az a lazasság része is átpasszolok. Muszáj volt, hogy ebben benne legyek, aztán mondtam, hogy jó, hát próbálunk valamit, írtam egy kis dalamot, átküldtem neki, és mondom, tetszik vagy nem? Ez jó. Ez jó lesz. Nekem van egy olyan érzésem az egész a klipnek a hangulatát tekintve, meg a szöveg világát is, hogy picit leszámol ezzel a jól begyakorolt bezzeg az én időmben, az én generációm, az még tudott köszönni, az még jól nevelt volt, az még nem volt szétesve, az még nem tudom. Persze ez azt feltételezi, hogy volt egy abszolút jó pont, és azóta minden folyamatosan romlik, de te meg ezt fordítottad ki, Marci, legalábbis hát abszolút. Én ezt vallom is egyébként a hétköznapi életemben, ráadásul nekem vannak kurzusaim, fiatal gyerekek járnak be, és hallgatják meg azt a sok hülyeséget, amit én mondok, de hogy rengeteg olyan sráccal találkozom, akik szerintem ilyen óriási koponyák. Ha visszatekintek mondjuk az elmúlt 10 évemre, akkor azt hiszem, hogy többet tanultam tőlem fiatalabbaktól, mint tőlem idősebbektől. Úgyhogy szerintem iszonyú nagy potenciál van ebben a mai fiatal generációban. Most már ezt mondhatom, én 44 éves vagyok, meg van 3 kislányom, úgyhogy még úgyhogy kötelességem is, hogy higgyek bennük, egyébként hiszek. Igen, hát tulajdonképpen erről szól a dal, hogy így szerintem nem kéne újjal mutogatni, hogy bezzeg meg. A másik dolog, hogy én amikor mondjuk voltam 16-tól mondjuk 28-ig, azért én is egy ilyen Én pont ezt akartam mondani, hogy én meg valahogy téged látlak ebben kicsit, hogy
te be fogsz ülni abba a bevásárló kocsiba, és majd a haverodat fogod megkérni, hogy na, azért rúgjál le, tök mindegy, hogy 80 éves vagyok, és reumás, de kicsit toljuk így a bulit. Visszakanyarodva, a lányaidat említetted meg, hogy mennyire hiszel ebben a jövő generációjában, és hajrá, mert ez a dolgunk egyszerűen, hogy ők énekelnek és vokáloznak, nem? Ebben a dalban. Igen, igen. Az én legnagyobb lányom, a Lombos Lili Sosana, ő énekel benne, egyébként ő 12 éves, de egyébként gyakran van ilyen szitu, hogy otthon valamit felénekelek, és akkor megkérem őket, hogy egy picit támogassák meg, beállnak a mikrofon mögé, és hogy tényleg úgy megbújik a zenében, hogy sokszor észre sem lehet venni, hogy ez egy gyerek, nagyon szépen tisztán énekelnek. Ugye? Vagy nem tudom, te abszolút dolgoztál a gyerek éneksávjával. Árpén, egyébként van rá esély, hogy kapsz még ilyen e-maileket, meg telefonhívásokat Marcitól, hogy eszébe jutott egy szókapcsolat, és hogy erre kéne valami szöveget azt ő küldte, nem zenét írni. Magyarul lesz-e közös munka még? Egyfolytában. Ez egy folyamatos munkakapcsolat, és akkor... Meg megbeszéltük mi itt a forgatás előtt, hogy ezt a dalt most megcsináljuk egy black metal zenekarral. Most pont 150, azért kezdtük, hogy 150 kisgyerek énekelt Ramon slágert, úgyhogy hát most már nem lenne ezek után meglepetés. Nálad ilyen projekteké lesz most akkor a jövő? Igen, most elég sok. Igen, szóval, hogy ebben gondolkodom, hogy én nem vagyok nagyon régóta tudatosan a zenében, és hogy van szerencsém olyan embereket ismerni, mint a Cumo, akik nem tudom, hogy ő nem egy dicsekvős típus, de hogy ő a Berklin kapott egy teljes ösztöndíjat, tehát hogy ő ott végzett zenészként. Ez nekem az egy óriási lehetőség, és egy nagyon nagy öröm, hogy tényleg ilyen emberekkel van. Még a Marcival nagyon szeretnek dolgozni, mint szövegíró is, mert amikor írok egy dalt, például a legutolsó dalomnak is ő írt a szövegét, a Vinant Gábor énekel, annyira, szóval elmondom neki, hogy én mire gondolok. És aztán ugye a zenébe így körül, és annyira, mint egy szivacs így magába szíve, jó, akkor most kicsit gondolkodok, szigorúan, lazán, és aztán így eltalálja, pont. Srácok, olyan szépen körbeudvaroltátok egymást, hogy szerintem ebből még biztos, hogy lesz közös munka. Sőt, hazamentek, eltelik 2-3-4 óra, és már jöhettek majd a következő dalpremierrel hozzánk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.